ezen életforma előtti életem az a művészetekről szólt. A katarzis élményét számtalanszor átéltem. Hatalmas nagy munkát igényelt, és aztán tartott pár másodpercig, és vége lett. Ebben a létformában a művészet állandó. A katarzis állandó. Ha nyitott vagy rá, ha meg tudod látni. És ezt nem lehet tanítani. Értelmiségiként, gondolkodó emberként, teremtő emberként nem egy közösség élére kell állni, ez egy óriási tévedés, és itt van a legnagyobb hiba. Nem. Segíteni kell a közösséget, a saját közösségedet, minden tudásoddal, minden energiáddal. Akkor, amikor úgy érzed, hogy fejreállsz, ott halsz bele, nincsen erőd visszamászni a lóra, bőrigáztál, összefagytál, éhes vagy, szomjas vagy, nyom az idő, szédülsz, már elfutott fölötted, akkor nem vagy 10 éves, akkor is végigcsinálod. Itt tényleg van szeretet a közösségen belül. Itt tényleg szeretetből csinálnak nagyon, de nagyon sok mindent. Minimális az, amit kényszerből tesznek. Tényleg csak a hatóságok és az állam fele tesznek kényszerből bármit. Milyen gyönyörű a magyar nyelv, hogy azt mondja, hogy küldetés. Engem küldtek valamiért. Hogy onnan túlról, az egy dolog, azok a képességek, és aztán van a közösségem küldése. Ha nekem megvan a képességem arra, hogy én tanuljak, teremtsek, alkossak, és engem felruház a közösségem azzal a küldetéssel, vagy egy bizonyos küldetéssel, az a küldetés egyetlen egy dologról szól, hogy menj, teljesítsd be a lehető legtöbb tudást, legtöbb tapasztalást, legtöbb kreativitást szerezd meg, hozd ki magadból, és ezt hozd haza, és ezt fordítsd a közösséged a hasznára, fejlődésére, okítására. Elmúlt 100 év, 80 év politikai vagy ország határvonalai, és itt most lehet, hogy én olyan nagyon csúnya dolgokat fogok mondani, de hogy Erdélyben még létezik parasztgazdálkodás, az Moldvának és Havasalföldnek köszönhető. Mert ott nem tudták kiirtani. Ott jöhetett akármilyen kommunizmus és akármilyen demokrácia.
mert a földműves ember, a parasztember az ugyanúgy viszi tovább. És lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy ugyanúgy, mint akár a saját életemben, hogy türelmetlen vagyok, és más takarok, mert lehet, hogy a történelem minket ezáltal, határok mozgása által megvédett. Asszonyok a falvakban még le tudnak vágni egy tyúkot. A férfiak még le tudnak vágni egy disznót. Na nem mindenik, tehát azért megvan a böllér. De azért úgy még nem teljesen idegen számukra. De már nem ő nevelte. És éppen ezért hiányzik belőle az alázat. És éppen ezért, mert ez most már kihaló félben van, szeretném megállítani, hogy mondjuk egy következő generáció ne kelljen átélje azt, amit én, amikor az első növendékmarhánkat levágtuk. Hogy milyen az, amikor megdolgozol azért, hogy a tehened megfogadjon. Aztán imádkozol azért, hogy meg is maradjon. Aztán 9 hónapon keresztül lesed. Aztán ott vagy az ellésnél. Végigköveted, segítesz, ha kell. Segítesz a tehénnek a szárazra törölni a bocit. Megtanítod szopni. Te vagy az, aki először csicsre teszed. Ellenőrzöd, hogy ki legyen ürítve a tőgy, hogy jól legyen lakva a boci. Aztán kínlódsz azon, hogy leválaszd, mert már úgy megtanítottad szopni, hogy nem akarja abba hagyni. Kezes lesz a jószág. Messziről meghallja a hangodat és hív. És betervezed a vágását. Mert ez az életrendje. Az ő áldozatisága a mi életünk záloga. És igen, megszerveztem a vágást, a böllért, a segítségeket. Elolvastam a recepteket, mit, hogyan kell feldolgozni, nem értettem hozzá. Kimentem este, elköszöntem tőle. Megköszöntem neki. Aztán utána már másnap reggel csak akkor mentem ki, amikor szóltak, hogy készen állnak a bontásra.
nagyon sokan vannak körülöttünk a küldöttek, akik most eszmélnek, most ébrednek, most kezdenek manifestálódni, most kezdik az útjukat járni. Persze nagyon sok a sarlatán is, nagyon meg kell válogatni, de rá lehet érezni arra, hogy ki az, aki hiteles. Én biztos vagyok benne, hogy a választási lehetőség az mindig fennáll, és el lehet dönteni, hogy melyik úton megyek előre. A lélek az örök. Sajnálom, hogy nem tanítjuk a gyermekeinket. Most nem a sajátaimról beszélek, hiszen ők ebben benne élnek, de hogy nem tanítjuk meg a gyermekeket, a fiataljainkat mindenre. És éppen ezért szélsőségesen nyilvánulnak meg. Egyrészt a haláltól való félelem, az elmúlás nem része az életüknek. Az elmúlás az valami felfoghatatlan, nem nevezném tragédiának, mert azt sem hiszem, hogy értenék. És éppen ezért mernek játszani vele. Nem látták ők még ezt direktben. Ezért mernek gyilkolni, ha kell. Legyen az kábítószer, legyen az videójáték, legyen az alkohol, legyen az bármi. Ők mernek gyilkolni, mert nem ismerik a halált. És ezt mi neveljük. Ez a mi társadalmunk. De ezért van az, hogy gyerekeket bármilyen korosztályt beengedünk a birtokra, hogy megnézzék azt, hogy hogyan kell ki a kis csibe a tojásból, hogy hogyan vigyázza a kotló, hogy ott van a boci, hogy ott van a csikó. Hogyan lehetne a miénk, az én gyerekeimhez hasonlóan más gyerekeknek megmutatni, hogy milyen egy, mondjuk egy tyúkvágás. Tehát ne menjünk messzire. Hogy az milyen? Persze nem gondolom, hogy ettől én most hű de nagy tudásokat és tapasztalásokat fogunk nekik átadni. Te talán legközelebb, amikor majd csirkecombot kér, hatot, akkor azért úgy meggondolja, hogy hány csirkét kellett ahhoz levágni, hogy neki 6 comb legyen a tányérján. Na, akkor talán el lehet kezdeni tudatos nevelésről beszélni.